Nem csak a meleget tartják benn, de kiválóan hangszigetelnek és jól tűrik a legszélsőségesebb időjárási körülményeket is. A műanyag ablakokkal, profiltól és üvegtől függően több mint 30%-os energiamegtakarítás is elérhető. Öt kamrás rendszerrel is akár 30%-os megtakarítás lehetséges. Hat kamrás, illetve 7 kamrás rendszerünk kell pedig esetenként még több, tehát ilyen közel 40 százalékos eredményeket is el lehet érni. A PVC nyílászárók továbbra sem olcsók, a befektetés azonban néhány éven belül megtérülhet. Még ki nem cseréltük az ablakokat, a nyílászárókat, addig, addig nem volt érdemes erre a rendszerre átállni mondta Gulyás Gerhard, aki a napokban cseréli le cserépkájháját központi fűtésre. Én mindenkinek ajánlanám mindenképp, hogy a szigetelésre nagyon nagy hangsúlyt fektessenek, mert egyedül ezzel tudják egy kissé csökkenteni az évi fűtés számlájukat. A közelgő tél a munkanélküliek elé állítja a legnagyobb kihívást. Ők máshogy kénytelenek takarékoskodni a fűtőanyaggal. Az, az alkalmi munkák alapján, amennyit össze hozni, hát én nekem még a tüzelő pillanatnyilag nincs beszerezve. Tervek vannak rá, de hát még látjuk a közeljövőben, hogy hogyan tudom összehozni erre a zanyagiakat. Balog András egy kétszobás házban él kislányával. Télen két-három köbméter fát használnak el, szükség esetén pedig árammal fűtenek.